Obecsin a választásokon az Alekszandar Vucic a gyermekeinkért lista győzött 9158 szavazattal, azaz 52,9%-kal, közölte Obecse község választási bizottsága. A Vajdasági Magyar Szövetség Pásztor István listája 5152 szavazatot kapott, azaz 29,31%-ot. A Szerb Királyságért Mindenki Obecsért dr. Kosana Nešić listája 1016 szavazatot, azaz 5,78%-ot. Az Ivica Dačić Szerb Szocialista Párt listája 874 szavazatot, azaz 4,97%-ot. És a Vajdasági Front Együtt a Demokratikus Obecséért listája 616 szavazatot, azaz 3,50%-ot kapott. Ha a százalékokat és a számokat tanácsnoki mandátummá alakítjuk át, akkor a Szerb Haladó Pártnak Obecse község képviselőtestületében 20 képviselője lesz. A Vajdasági Magyar Szövetségnek 11, a Szerb Királyság Megújhodási Mozgalomnak 2, a Szerb Szocialista Pártnak 2 és a Vajdasági Frontnak 1. Obecsén hagyományosan jó hangulat uralkodott a békés, igazságos, demokratikus és nyílt választásokon. Nem voltak csoportos rendellenességek, és semmilyen káros hatás nem befolyásolta a választási folyamatot. A bizottság megállapította, hogy a helyi választásokon nem szegtek törvényt, és egyetlen választóhelyen sem kellett megsemmisíteni a választásokat. Külön szeretném kiemelni, hogy a választási bizottság minden tagja, azok is, akiket a hatalmi többség javasolt, és azok is, akiket az ellenzék a végén egyhangulag elfogadta a munkáról szóló jegyzőkönyvet, ami csak alátámasztja azt a tényt, hogy a bizottság csapatban dolgozott, és hogy minden a legnagyobb rendben zajlott. Tehát a munkáról szóló jegyzőkönyvet egyhangulag fogadták el. Obecse községben 32.787 polgár rendelkezett szavazati joggal, ebből 17.580 szavazott, és 764 érvénytelen szavazólap volt. A választási folyamat alatt ellenőriztük, milyen a hangulat a választópolgárok között. Mit vár el ezektől a választásoktól? Hát nem sokat. Miért? Mert úgy látom, hogy az emberek nem nagyon törődnek vele. Sajnos. Azt várom el, hogy a legnormálisabban történjenek, úgy, mint eddig is. Szeretném, ha még jobb lenne, ha még háromszor jobb lenne, és még háromszor többet valósítanának meg, mint eddig. Változásokat szeretnék. Minden változás hoz valami jót. Milyen változásokra gondol? Mindig a jobban reménykedünk. És bár én már korban vagyok, de még mindig fiatalosan tekintek az egészre, optimizmussal. Nagy elvárásaink nincsenek, abban reménykedünk, hogy folytatják ugyanebben a tempóban, amit ez a hatalom elkezdett. Nem is tudom, azért jöttem, hogy eleget tegyek polgári kötelezettségemnek. Engem így neveltek. Semmit sem várok el. Maradjon minden a régiben. Dragan Tošić ismét Obecse község elnökjelöltje, jelentette ki sajtótájékoztatón a Szerb Haladó Párt Obecse községi bizottságának elnöke Vuk Radojević. Ebből az alkalomból rámutatott arra, hogy a polgárok a legnagyobb bizalmat szavazták meg ennek a politikai opciónak, amit a választásokon résztvevő választópolgárok 54,5%-a támasztott alá. Azaz az Alekszandar Vučić a gyermekeinkért listán elnyert 9158 szavazat. Várható, hogy ilyen mértékű támogatás mellett Obecse község elnöke a Szerb Haladó Párt soraiból kerüljön ki, és amikor a politikai stabilitásról és a politikai folyamatosságról beszéltem, akkor éppen erről is beszéltem, mert 2012 óta lehetőségünk van a politikai stabilitásra és folyamatosságra, amit most 2020-ban is folytatni szeretnénk, azaz a folyamatosságot a politikában, Obecse község vezetését illetően is, azért, hogy igazoljuk Obecse község polgárainak bizalmát, hogy a megfelelő elvárásoknak megfelelőképpen tegyünk eleget. Úgyhogy igen, Obecse község elnöke a Szerb Haladó Pártból lesz jelölve, és igen, a mi jelöltünk Dragan Tošić.
Emlékeztetőül elmondjuk, hogy a községi elnököt titkos szavazással választják meg a községi képviselőtestület alakuló ülésén, miután ellenőrizték a képviselők mandátumát. Majd ezt követően szintén titkos szavazással megválasztják a képviselőtestület elnökét is. Radojevic szerint ennek a posztnak a betöltéséről tárgyalások lesznek a potenciális koalíciós partnerekkel. Mi hajlandóak vagyunk osztozni a felelősségen, és másokat is, akik átlépték a választási küszöböt, bevonni a munkába és átruházni rájuk is a felelősség egy részét, hogy segítsék a munkánkat. Mindenkit üdvözlünk, aki ebben részt kíván venni. Az eddigiek alapján azonban nem látom éppen azt, hogy a politikai szereplők be akartak volna kapcsolódni és hozzá akartak volna járulni Úbecse fejlődésébe. Ebbe a felelősség teljes munkába. Szeretném, ha így lenne. Mégis azt látom, hogy ami fejlődés bekövetkezett, az a szerb haladó párt hozzájárulásának köszönhető. Elemezve a választáson elért eredményeket, a szerb haladó pártban azt mondták, hogy ez a győzelem történelmi jelleggel bír, és hogy minden szavazó helyen a támogatások növekedését jegyezték, valamint hogy Úbecse község 38 szavazó helye közül 32-ben győztek. Öt lista volt, és nagyon fontos azt is megemlíteni, hogy minden szavazó helyen megnövekedett a ránk szavazók száma a 2016-os évhez viszonyítva, Péter révétől egészen Pecesorig. Ami még külön jelentős, az, hogy Csikéria pusztán eddig még soha senki nem kapott ekkora számú szavazatot, mint amennyit a szerb haladó párt. Emlékeztetőül elmondjuk azt is, hogy vasárnap, június 21-én a választói névjegyzékben regisztrált 32.787 polgár közül 17.580-an szavaztak, azaz 53,6%. Úbecse község legjobb és legsikeresebb általános és középiskolás diákjait értékes jutalomban részesítették Úbecse község képviselőtestületének épületében. A helyi önkormányzat 83 ajándékot adott át a VUG-díjas tanulóknak és a generáció legjobb diákjainak. A 6 legjobb nyolcadikos tabletet kapott, a 4 legjobb középiskolás tanulónak pedig laptopot ajándékoztak. A VUG-díjasok értékes könyvcsomagokat kaptak. Tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban rendkívüli helyzettel kellett szembesülnünk, diákjaink is másként fejezték be tanulmányaikat. Idén nem voltak versenyek, és versenyzők sem. Éppen a járványügyi helyzet miatt. A versenyeken egyébként minden évben azokat a diákokat jutalmaztuk meg, akik a tartományi, a körzeti és a köztársasági versenyeken első 3 helyezést értek el. Idén tehát a generáció legjobb tanulóit és a VUG-díjasokat jutalmaztuk meg. Úbecse község most is, mint eddig is, az oktatást prioritásnak veszi, és azon dolgozunk, hogy tanulóinknak minél jobb feltételeket biztosítsunk a munkájukhoz, tanulásukhoz, fejlődésükhöz. Annak érdekében, hogy amikor majd befejezik egyetemi tanulmányaikat, visszatérjenek ide Úbecsére, és itt folytassák életüket. A középiskolás tanulók közül a generáció legjobb tanulója Veszelin Erdeján a műszaki iskola diákja. Tóth Szilárd a gimnázium tanulója, Dusica Dosics a közgazdasági kereskedelmi iskola diákja, és Kulcsár Otto a Bratstvo általános és középiskola tanulója lett. Őszintén szólva vártam ezt az elismerést, mert 4 évig szorgalmasan és rendületlenül tanultam és dolgoztam. Úgyhogy nem lepődtem meg, hogy én kaptam ezt a jutalmat. A továbbiakban Újvidéken a műszaki tudományok karán szeretnék tovább tanulni, mehatronika szakon. Mivel az első osztálytól kezdve több köztársasági versenyen is részt vettem, és tényleg egyedül én voltam ebből az iskolából több versenyen is, ezért már a második, harmadik osztályban tudni lehetett, hogy ennek meg lesz az eredménye. A közgazdasági karra szeretnék iratkozni, üzleti informatikai szakra. A legjobb nyolcadikosok Milana Sévó a Zdravko-Glozsánszki általános iskolából, Lapis Dávid a Szever Gyurkics általános iskolából, Cservenyák Kitti az Úbecsei Samu Mihály általános iskolából, Ördög Noémi a Petőfi Sándor általános iskolából, Keller Zsóka a Bácsföldvári Szvetozár Márkovics általános iskolából,
és Koncz Antónió a Petár Konyovics zeneiskolából. Minden évben jártam versenyekre, és rengeteget készültem, tanultam, de mégsem gondoltam volna, hogy generáció diákja lennék. Tovább tanulok nyilván, Bolyaiba megyek képzőművészetre, és utána majd meglássuk. Sok munkával járt, hogy elérjem ezt a generáció diákja címet, sok versenyre kellett mennem, sok helyezést kellett elérjem. Persze sok munka volt, de ebben tanáraim, szüleim mind segítettek nekem. A gimnáziumba fogok beiratkozni. Az Óbecsei Samu Mihály Általános Iskola végzős tanulói szerdán ünnepi díszruhába öltözve felvonultak iskolájukban és annak környékén, hogy üdvözöljék szüleiket, a rokonságot, a számos ismerőst és barátot, és egyúttal, hogy elbúcsúzzanak iskolájuktól, tanáraiktól és osztálytársaiktól. A hagyományos ünnepélyes felvonulás után alkalmi szórakoztató műsort szerveztek az általános iskola udvarán, melyben a tanárok rövid beszéde, valamint a legjobb tanulók díjainak és okleveleinek kiosztása után következett a kísérettségizők és tanáraik ünnepiestje az általános iskola termében. Nagyon szép eredmények születtek, tehát sok kitűnő tanulónk van. Községi szinten nagyon sokat értek el, azonban országos szinten is, anyanyelvből, magyar nyelvből és matematikából is nagyon szép eredményeink vannak. A Samu Mihály Általános Iskolában 50 diák fejezte be a 8. osztályt, 15 szerb nyelven, 35-en pedig magyar nyelven. 3 tanuló lett VUK díjas. Emellett 20 speciális oklevelet és mintegy 100 dicsérő oklevelet is kiosztottak. Nagyon örülök, hogy a generáció tanulója lettem. Hát nagyon sokat kellett ezért tanulnom, de megérte, mert ez egy nagy dicsőség számomra. Én a gimnáziumba szeretnék iratkozni, az Óbecsei gimnáziumba, és hát a tanárok, a barátaim, az osztálytársaim hiányozni fognak. Nagyon örülök, hogy így sikerült befejeznem azt az iskolát. Én a gimnáziumba szeretnék tovább menni, és remélem, hogy ott is jó eredményekkel tudok szolgálni. Nekem nagyon sokat számít ez a 8 év, nagyon büszke vagyok az osztálytársaimra, és hát örülök, hogy ilyen osztálytársaim lehettek. A tantárgyból a tanárok nagyon jók voltak, egészségügyre szeretnék menni zentára. Az olvasás népszerűsítése érdekében a gyermekek és a fiatalok körében Óbecse község területén a Népkönyvtár szórakoztató edukatív programot szervez. Nyár a könyv társaságában elnevezéssel. Hétfőtől június 29-től péntekig július 3-áig. A szerb és magyar nyelven zajló műhelymunkákat 10-től 11 óráig tartják. E kultúrintézmény minden kirendeltségének udvarán, az általános és középiskolás korosztály számára. A program kreatív és szórakoztató műhelymunkák keretében zajlik, és a Népkönyvtár minden kirendeltségében is meg lesz szervezve, tehát itt nálunk a központi épület udvarában, továbbá Péter révén Bácsföldváron és Csikéri apusztán is. A műhelyeket kollégáim, a könyvtárosok szervezik és vezetik. Olyan koncepció alapján, hogy külön lesznek az általános iskolák alsós tagozatai, külön a felsősök és külön a középiskolások. Hétfőn az általános iskolák alsós tagozatai számára szerveznek műhelymunkát magyar nyelven, kedden pedig ugyanennek a korosztálynak szerb nyelven. Szerdán a felsősöket várják a szerb nyelvű műhelymunkán. Csütörtökön a középiskolás korosztály vehet részt a magyar nyelven tartandó szórakoztató edukatív programon. Pénteken pedig ugyanennek a korosztálynak szerveznek műhelymunkát szerb nyelven. A műhelymunkák alatt a résztvevők a könyvtárosokkal közösen kreatív módon dolgozzák fel a korszerű és a klasszikus irodalmi alkotásokat. Például az általános iskolák alsós diákjai rövidebb irodalmi műveket dolgoznak fel, például meséket, népmeséket, klasszikus meséket, illetve verseket. A felsős tanulók regényeket dolgoznak fel, hisz az ő kamasz korosztályukhoz a legközelebb állnak a regények, mint például a Harry Potter kötetek. A középiskolások már idősebbek, érettebbek, ezért számukra vitaklubot szervezünk szerb nyelven.
ahol alkalmuk lesz arra, hogy korosztályukkal megvitassák a kialakult véleményüket Isidora Sekulić mindig aktuális novellájával kapcsolatban. A középiskolás diákok vitaklubja egyfajta próba lesz egy olvasóklub létrehozásához, amely ősszel kezd el működni a könyvtárban, emelte ki büszkén Sijacsics. Egyébként a könyvtárból azt üzenik, hogy a programon való részvételhez nincs szükség semmiféle előkészületre. A Bácsföldvári Vojvodina futballklubban elkezdődtek a komolyabb felkészülések az új idényre, a Szeverbajdasági Ligában. A sorakozón a klub vezetőségének néhány tagja, az edző és 19 játékos vett részt. Hivatalosan is elkezdtük a felkészüléseket az elkövetkező idényre. Célunk idén is az lesz, mint tavaly volt, a ligában maradás, azaz, hogy minél magasabb helyre kerüljünk a tabellán. Kemény harc vár ránk, mivel a liga kibővült, és minden klub a győzelemre fog törekedni. Vannak csapatok, akik papíron nagy favoritok voltak, mi pedig legyőztük őket. Ezért most már nem tartanak bennünket újoncoknak, hanem egy olyan csapatnak, amely tud futballozni, és amely mindenkit legyőzhet. A zöld pályára lépés előtt a klubelnöke Goran Kudrić a jelenlevő játékosoknak elsősorban jó egészséget és minél kevesebb sérülést kívánt a következő idényben. Egyúttal előrevetítette számukra kiemelt céljaikat, kívánságaikat és ambícióikat. A jövő évben nagy lesz a harc, minden attól függ, hogy a ligát mennyire bővítik vagy csökkentik. Ez nem tőlünk függ, hanem a szerbiai és a Vajdasági Labdarúgó Szövetség embereitől. Mi azt szeretnénk, ha minél hosszabb ideig a Vajdasági Ligában játszhatnánk, de ha erre alkalom nyílik, akkor kipróbálhatnánk magunkat a szerb ligában is. Ami a következő időszakra való felkészülést és az edzési folyamatot illeti, a földváriak ezen a héten 3 edzésen vesznek részt, míg a következő 5 hétben hetente 4-re növelik az edzéseket, ideértve a barátságos mérkőzéseket is. Ami az erősítést illeti, eddig hivatalosan 2 új játékos érkezett a klubba, ami pedig már biztos az, hogy Boris Becsanovics magánéleti okok miatt elhagyja a csapatot. Nenad Kudrić távozása pedig még kérdéses. Azt mondom, az enyém, de hadd menjen, hadd próbálja ki magát más klubokban is, ha úgy gondolja, hogy másút jobb, mint a Vojvodinában. Az ajtó nyitva áll minden játékos előtt, aki el szeretne menni. Én senkinek sem fogok az útjában állni. Ha úgy gondolják, hogy máshol jobb, menjenek és próbálják ki. De úgy gondolom, hogy Nenáddal is megegyezésre jutunk majd, mert véleményem szerint nem minden a pénzben és a jobb játékban van. Hivatalosan 2 erősítés érkezett. A 2002-es születésű Horváth Andor, aki a Becsej csapatában már kijárta a fociiskolát. A másik új tagunk, aki visszatért, Stojan Milovanov. Branislav Tatić önfeláldozó munkájának köszönhetően a futballklub épülete nagy esztétikai és egyéb változásokon megy keresztül, mindezt azzal a céllal, hogy a látogatók és a vendégek minél kellemesebben érezzék magukat, úgy a klub vendéglőjében, mint az öltözőkben és a segédépületekben. Hosszú évek után egy igazi meszelés, festés lett végrehajtva. Klímát szerelünk fel, próbáljuk a fűtést rendbe hozni. A gázfűtést szeretnénk bevezetni. Ezen kívül tervezzük a padlót kicserélni. Ami a kinti munkákat illeti, ez az épület pecsenyesütésre lett kitalálva, csak nem fejezték be. Mi megpróbáljuk rendbehozni, rostésütőt felszerelni, bemeszelni, bátogos munkákat elvégezni, befoltozni, ahol kell. Mindenképpen szeretnénk üzembe helyezni, nem csak munkaüzembe, hanem hogy esztétikailag is megfelelő legyen. A klub törekvéseinek és kitartásának, valamint a jóindulatú embereknek köszönhetően az építési és festési munkák az idény elejére várhatóan befejeződnek. Minden eddigi munkát saját erejükből és irányításukkal végezték el, a klub tagjai és egyes szponzorok támogatásával. Bárki, aki az eddigiek során itt dolgozott, ezt ingyen tette. A munkaidő után eljöttek és segítettek.
tehát délutánonként és esténként körülbelül 2 héten át sikerült is valamit megcsinálnunk. Most még a munkálatok elején vagyunk. Azt tervezzük, hogy a bajnokság kezdetéig, augusztus közepéig befejezzük mindazt, amit elterveztünk. Ezúton hívok meg mindenkit, aki tud segíteni, hogy jöjjön el és segítsen. Kedden kezdődött a hagyományos Újfalu Óbecse 2020 labdarúgó torna a piac melletti pályán Óbecse ezen részén. A versenyhez kapcsolódó érdekes statisztika az, hogy néhány évvel ezelőtt a tornán 4-6 csapat vett részt, tavaly 8 csapat, idén pedig 14 csapat versenyez. Tehát a szervezők joggal számítanak arra, hogy jövőre ez az újfalusi verseny az egyik legtömegesebbé válik városunkban. Van 2 csapatunk Törökbecséről, 1 kadét ifjúsági csapat Kumánból. Van továbbá egy Szent Tamási csapatunk. Szent Tamásiak egyébként a játékvezetők is. Van 1 Péter Révei csapatunk néhány óbecsei taggal, és van még 1 vegyes csapatunk, Moholi Adai Milesevói tagokkal. A többi csapat pedig városunkból való. A sportrendezvény szervezője Barta Otto, továbbá Óbecse község, Óbecse község sportszövetsége és a testvériség egység 3. helyi közösség. A szervezők elmondása szerint a torna célja az, hogy a környékbeli csapatok barátkozzanak, új ismerettségek, barátságok szülessenek, tapasztalatot cseréljenek és tömegesítsék ezt a sportrendezvényt, végül pedig természetesen a csapatok versenye. Annak ellenére, hogy az újfalusi napok az idén elmaradnak, a helyi közösség tanácsa úgy döntött, hogy jövőre halasztjuk az idei újfalusi napokat, de ezt a hagyományos futball tornát megtartjuk, és ha büszkén mondhatom azt, hogy nagyon sok csapat jelentkezett, és hogy itt az Újfaluban összeérnek az emberek az egészségüket ápolni, épp testben, épp lélek. Nagyon elégedett vagyok. A játékosok javarészt a barátaim. A gyerekeknek és fiataloknak vagy az edzője, vagy játékos társa voltam. Kezdeményezésemre indultak el a jelentkezések erre a tornára. Nem csak a labdarúgó tornákat, hanem egyéb sportrendezvényeket és tornákat is támogatunk. Mindig úgy nézzük, hogy segítsünk, amennyire csak lehet. Ugyanúgy, mint a helyi önkormányzat is. A torna résztvevői 15-től 50 éves korosztály képviselői. A csapatokat 12+2 játékos alkotja, míg a pályán 5+1 játékos játszik. A félidők 2x20 percesek, a focisták mellett pedig egy hölgy is szerepel a házigazdák csapatában. Szava Vadaszki mellett, aki ennek a tornának a több éves bajnoka. Milena Dimitrievics csak dicsérő szavakkal illeti a szervezést és magát a tornát. Természetesen megtiszteltetés számomra, hogy a csapathoz tartozom, mert Újfalut képviselem, és idevalósi vagyok. A konkurencia erős, de mi megpróbáljuk a legjobbat nyújtani, és majd meglátjuk, mennyire leszünk sikeresek. A torna évről évre egyre jobb. Szerintem az idei lesz az egyik legjobb. Óbecse ezen részén élő polgárok számára ez egy szép esemény. Az emberek eljönnek és nézik a meccseket. A gyerekek, akik itt szoktak játszani, most szintén itt vannak és néznek bennünket. Reméljük, hogy jó időnk lesz, és akkor minden rendben lesz. Mivel már 2. éve én vagyok a torna bajnoka, csak annyit mondhatok, hogy nem tudom, mi várható idén. Ugyanis sok jó csapat és sok jó játékos van. És ami a lényeg, hogy lesz sok jó meccs és jó futball. A torna minden nap 18 órakor kezdődik, és a jövő hétvégéig tart, amikor várhatóak a döntő mérkőzések. Míg ugyanezen a hétvégén, július 4-én és 5-én tartják meg e-sport valamivel fiatalabb rajongóinak versenyét. Godista 2007-2008. A 2007-es, 2008-as és 2009-es korosztály tartozik majd egy verseny kategóriába. A másik kategóriát pedig a 2010-es és ettől fiatalabb korosztály képviseli majd. Egy napos rendszer alapján játsszák majd a meccseket. Egyik nap játszanak az idősebbek, másnap a fiatalabbak. A döntőt és a 3. helyért folyó csatát pedig úgy játsszák majd le, mint a szeniorok, azaz ugyanazon a napon. A pénzjutalom az egyéni díjak, a serlegek és érmek mellett
Én személyesen minden csapatnak készítek külön ajándékot, olyat, amire mindig emlékezni fognak, és amely minden évben visszahozza majd őket erre a tornára. Az érdeklődő fiatal csapatok jelentkezhetnek, és minden további információt is megkaphatnak a 064-506-7922-es telefonon, illetve személyesen a tornán, vagy pedig Óbecse Község Sportszövetségében. A Verbászi Kráľevina Srbija csapata győzött a 3-3-ra Óbecse 2020 labdarúgó tornán, amely az elmúlt hetekben zajlott Óbecsén a Partizán Társadalmi és Testnevelési Központban. A győztes csapat 70 ezer dinár értékű jutalmat kapott, a második helyezett a Práva Fortuna csapata 20 ezer dinárt, a harmadik helyért járó díjat 10 ezer dinár értékben pedig a Fadip Merna Technika csapata vihette haza. A három csapat tagjai ezen kívül érmeket és serlegeket is kaptak. Ami a szervezést illeti, minden korrekt volt. A szervezők mindent megszerveztek, a mérkőzések időpontjait, hogy naponta két meccset is lejátszhassunk, ami azért volt jó, hogy megspóroljuk az utazás költségeit. Ami pedig a csapatokat illeti, már hosszú ideje nem játszottunk erősebb tornán. Úgyhogy dicséretben részesítem főleg az elődöntős csapatokat. Nagyon jól játszottak, és azt gondolom, hogy a közönség is élvezte a meccseket. A tornára, melynek szervezője Óbecse Község Sportszövetsége volt, összesen 35 csapat jelentkezett. Óbecséről, Újvidékről, Verbászról, Cservenkáról, Szent Tamásról, Temerinből és a környező településekről, amelyek a 7 esős nap alatt 70 mérkőzést játszottak le. A verseny első csoport szakaszában, míg a döntő meccseket a hétvégén játszották. A tavalyi labdatenisz tornával ellentétben, amit Vorgucsinnal szerveztünk, idén a 3-3-ra labdarúgó torna megszervezése mellett döntöttünk. Azért, mert úgy véljük, hogy ez sokkal dinamikusabb és vonzóbb a közönség számára is, de a játékosok számára is. És már az a tény, hogy 35 csapat jelentkezett, elárulja, hogy a verseny minden várakozásnak eleget tett. Úgyhogy elégedettek vagyunk ezzel a szervezéssel. Tekintettel arra, hogy mekkora volt az érdeklődés a torna iránt, abban reménykedünk, hogy hagyományos versennyé növi ki magát, és hogy a jövő évtől már magasabb szintre fogjuk tudni emelni a színvonalát, úgy a csapatok számát, a játékosok számát, de a közönség számát illetően is. A torna után a sportkedvelők, különösen a foci rajongók Újfaluba költöznek, ahol kedden 18 órakor kezdődik a verseny, a piac melletti pályán a város ezen részén.